A Györffy István Nagykun Múzeum állandó kiállításán megtalálhatóak az aratási eszközök is. Erről dr. Nagymolnár Miklós igazgatót kérdeztük. Az állandó kiállítás tárgyai között láthatóak a föld megművelésének szántási és aratási eszközei, és arról készült korhű fotókat a kaszás emberekről, illetve azt is láthatjuk, hogyan rakták a kévéket, kereszteket. Egyik oldalon a föld megművelése, tehát az szántás és egyéb eszközök láthatók, amikor ugye előkészítik a gabonának a területet, a másik helyen pedig ugye már a gabonának, az érett gabonának az aratását láthatjuk fényképeken. Ugye a kaszás embereket látjuk a fényképeken, illetve láthatjuk a kereszteket. Hiszen ugye a kenyér gabonát általában keresztekbe rakták, ugye a kereszteket a kévék alkotják. Általában 10 és 14 közötti számban volt a kereszt, egymásra rakták kereszt formájában. Van olyan terület, főképpen katolikus területek, ahol a legfelső kévét papkévének is nevezik. Hiszen ugye ez volt a tized, a papi tized. A másik jellegzetes alföldi munka volt lóval gabonanyomtatás. Ezt Györffy István is megírja a munkáiban. A kereszteket szétterítették, és a ló kirúgta a magokat, amit lapáttal feldobtak a szél ellenében. A pejvát kifújta a szél, a mag leesett a földre, amit összeszedtek, a szalmát pedig német vagy magyar típusú villával összeraktak. A kötött gabona, azt keresztbe rakták. Ebből nyerték utána a nyomtatás által, hiszen az Alföldön ez a nyomtatás, ez egy megfelelően működtethető szemnyerési mód volt. Ugye van hely, van egy elég nagy terület, ahol szélűt lehet csinálni, és ott lóval kirúgtatták a magokat. Míg ezt ugye egy felvidéken, egy hegyes vidéken nem lehet megcsinálni, ezt egy alföldi területen meg lehet csinálni. Györffy ezt nagyon szépen megírja a munkájában, korabeli munkájában, hogy is volt ez a nyomtatás. És ez az Alföldön általános volt, itt a Nagykunság területén is általános volt ez a nyomtatás. Tehát ugye akkor, amikor a kereszteket beszállították a szélűre, illetve a szélűt kialakítottak egy egyenes területet ott a kis tanyájukon, illetve a ház környékén, és akkor szétterítették a kereszteket, és a kereszteket, ahogy szétterítették, lóval körbe nyomtatták, és akkor azzal a ló kirúgta a magokat, és utána, amikor a magokat kirúgták, akkor lapáttal földobták a szél ellenében, és a pejvát kifújta a szél, a mag meg leesett. Itt egy fényképünk is van, amin bemutatjuk ezt a nyomtatást, és itt lehet látni annak a szólásmondásunknak az eredetét, ugye ismerjük ezt a szólást, hogy a nyomtató lónak sem kötik be a száját. Tehát, hogyha valaki előtt valami van, akkor abba igenis beleharaphat. A ló is beleharaphat a gabonába, tehát ezért van az, hogy 10%-ot vagy valamennyit mindenből el lehet csenni. Ez ebből indul ki. És utána, ugye amikor a gabonamagok leestek a földre, akkor egy lapáttal, illetve gerebjével összegerebjézték, és hát ugye a pejvát, illetve a szalmát, az pedig villával, különböző típusú villákkal rakták össze, illetve szórták el. Hát ugye itt is van német típusú villa, meg van magyar típusú villa. A kettő között az a különbség, hogy a német típusú villa az azt jelentette, hogy oldalt becsapolták a két szárát, a magyar típusú pedig olyan fa, amit hasítottak. Egyébként nem csak német, hanem olá típusúnak is nevezik ezt. Inkább ezen a vidéken inkább olá villa volt a neve. A gabona aztán a szuszékba került. A kiállításon ez is látható, valamint a véka és a kézikasza is. Utána a gabona, amikor magokba került, akkor ugye betették a szuszékba, ami egy felvidékről idehozott tárolóeszköz,
ugye zsilipelt falu, össze volt, szét volt szedve, és itt állították össze. Ezt leginkább a gömöri fazekasok hozták magukkal. Tehát gömörből származik épp úgy, mint a főzőedény. Együtt hozták, és együtt lehetett vásárolni. És hát ugye különböző vékákat lehet itt látni, a különböző mértékegységnek, méreteknek megfelelően lehet itt látni a földművelés eszközeit. Szűcs Sándor, Györfi István és Bellon Tibor írásaiból ismerhetjük ezeket, de Fazekas Misi bácsi is foglalkozott velük.